A szentendrei NKE csapatának egy tőlük távol álló stílust kellett felvenni a vasárnapi mérkőzésen. Az ellenfél agresszív játékát nehéz volt kordában tartani a lányoknak. Sokáig fej-fej mellett haladt a két csapat az első félidő végére, még mindkét együttes előtt nyitva volt a lehetőség a győzelemre. Sőt, a második félidő elejét a szentendrei csapat uralta, amikor vezették a mérkőzést. A bírói döntéseket mindkét oldalról nehezen fogadták a játékosok. Az RKC nagyatát egy szurkolójának a tornacsarnokot is el kellett hagynia oda nem illő viselkedése miatt. Itt mindig nehéz meccseket játszunk, hiszen a két csapat közel azonos játékerőt képvisel, és ez a Szentendre otthonában nagyon nehéz nyerni, hiszen a Budaörsön meg a Szekszárdon kívül nem nagyon sikerült más csapatnak. Úgyhogy nagyon féltük a mérkőzéstől, nem ok nélkül féltünk, mert olyan meccs is volt, amit vártam. Hozzáteszem, amikor elmentünk 3-4 góllal, akkor követtünk olyan buta indításokat, olyan buta labdaladásokat, egy buta kékezes lögéseket, amikor az ellenfelet magunkra rántottuk. Úgy nagyjából az utolsó percben lehetett látni, hogy valami nagyon-nagyon ostobaságot kell elkövetni, ki kapjunk. Meg is próbáltunk érte mindent, mert egy szövegelésért kaptunk egy kiállítást. Az ellenfél játékosai az elején még nem voltak biztosak a győzelmükben, tartottak a szentendrei lányoktól. Mi volt a meccs legnehezebb pillanata a számodra? Hát, amikor följöttek kettővel. Igen, az nagyon rossz volt. A szentendrei játékosokat mennyire tartod nehéz ellenfél? Hát, igazándiból annak tartom őket, mert már rutinosabbak. És mi volt a legjobb pillanata számodra a mérkőzésnek? Hát a vége, amikor nyertünk. Yeah!
hazai csapatot a szurkolók kitartóan bíztatták a nehéz és fontos mérkőzésen, azonban a versenybírók vitatott döntései láthatóan negatívan befolyásolták a lányok játékát. Szerettünk volna nyerni, nagyon sokat készültünk rá, mert ez most így azért kiesési rangadó volt. Tudtuk, hogy nagyon gyenge a két játékvezető, és ráadásul ugye, mivel strandkézi titkár a Krisztián és az Ákos, meg a fiú válogatott szövetségi kapitánya, erős volt a kétségem, hogy nem nekem fog fújni a budapesti páros. És ugye ez, amikor Atádra mész vagy vidékre, ez úgy zajlik, hogy a két játékvezető szó szerint ledarál. Tehát 10-20 döntést ad a hazai csapatnak, és akkor reklamálhatsz. Itt meg ugye az első fél időben azt a 12 döntést ők kapták, meg ott lemaradt az 5-7-esünk. Ugye úgy kezdte, hogy ők kiütötte a Kittit egy piros lapért, és ugye mi csak 6-7-en vagyunk, utána fölvettük ezt a verekedős játékot, de ez nem a mi játék. És bele is fáradtunk, és kimondottan úgy gondoltam, hogy talán majd akkor a második fél időben, ott volt egy 3 perc, amikor egy pár döntés nekünk adott, aztán folytatta úgy, ahogy elkezdte. Tehát ez most nem esett jól, mert ugye így most március végén hiába strandkézi válogatottozunk 2 napot, készülnünk kell a Marcalira, hogy az itthoni meccsek meglegyenek, és idegenbe is hoznunk kell, vagy 2-t, hogy biztonságban legyünk. Tehát tulajdonképpen a 6 meccsből 4-et muszáj nyerni, de 6-ot kéne. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy mindig be kell vonulnunk táborba, és akkor készülni rá. És ebben biztos lesz 3 olyan játékvezető, aki mondjuk azt, hogy alattomos vagy aljas lesz. Úgyhogy most épp nem vagyok boldog, tehát hazai pályán nem illik kikapni, még így se. Nagyon erősen ki vannak borulva, mert ebben ugye az a baj, hogy a Krisztiánt ismerjük gyerekkora óta, és hát tudjuk, hogy nem tud sokszor jól fújni, de úgy gondoltuk, hogy inkább velünk szimpatizál. Itt az első fél időben meg a döntés alapján olyan volt, mintha Nagyatádon játszottam volna, és én ettől kezdek most már kiborulni. Ugye már sokszor megbeszéltük, hogy Pest megyei csapatként a budapesti bíró nem nekünk fúj, a Pest megyei bíró meg általában akkor jön, ha Pest megyei csapattal játszunk, és szintén nem nekünk fúj, mert mi olyan közel vagyunk Budapesthez, tehát most már úgy kezdem unni. Tehát sajnos. Ez csúnyán hangzik, de a bírók úgy állnak hozzá, hogy általában Szentendre áll a város, a sporthoz, a lokálpatriotizmushoz, hogy itt azért nincsen, most a fiúkkal végre van szurkolótábor. Megígértem, hogy a hétfő-szerdát kiadom, kedden ugye Gödön edzünk, pénteken Gödön játszunk edzőmeccset, csütörtököt megtartom, aztán szombat-vasárnap válogatott edzőtábor vagyunk strandkézi, hát az közel érinti az egész Szentendrét, komplett a junior nagy részét meg a felnőttet, tehát 2 napban meghajtom őket, aztán 5 napot fogunk edzeni. Valószínűleg szombaton bevonulunk egy edzőtáborba, edzünk, este videózunk, és akkor ilyen zárt táborból jövünk a marcali meccsre, mert nincs más elképzelésem. Ugyan azt kell mondjam, hogy a lányok jól küzdöttek, csak hát meg jó lenne, ha a Melitát visszakapnunk beállóba, hogy legalább még egy játékosunk legyen. Több muszáj nyernünk, tehát meg hogy ma jól küzdöttek, meg hogy kell egy kapus teljesítmény, mert Lilike padlón van, és ugye a Dóri nem nagyon edz, mert mindig sérült. Kamila abba hagyta, mert hogy ő orvosi egyetemre jár, nem ér rá, úgy meg a lányok nem akarták, hogy úgy védjen, ő se akart úgy védeni, hogy nem jár edzésre. Föl kell nőnie a fiatal kapusnak ehhez a feladathoz. Tavaly Marcaliba jól védett, akkor hoztunk pontot, itt a Spari ellen jól védett, és most azóta mindig a nem tudom, nem tudom, és ez nem így működik. Tehát most már még ki is jöttünk, verekedtünk, ütöttünk, tehát csináltunk olyat, amit a Szentendre nem szeretne, mi kézilabdázni szeretnénk. És abban reménykedünk most, hogy valamelyik játékvezető páros olyan lesz, aki kézilabdát fúj, és akkor azok a pontok, mert ugye a Marcelit, a Nagyatádot és a Kozárt itthon be kéne hozni, és akkor van 3 idegenbeli meccsünk, ott Budaörs az nem számít, de azért nagyon jó lesne, ha történne valami, és ott a Fradi VKL-eséből a VKL-esét meg kell verni, mert azt hiszem ma úgy játszanak keresztben mások, hogy valószínűleg hátsó 3-ba kerülünk, tehát ma itt épp kieső helyen fogunk állni este, és ez most 2 hétig így lesz, és addig az borzalmas érzés lesz nekem.
A végére a Nagyatád javára alakult két gólos különbségen már nem tudtak fordítani a szentendrei lányok. A szentendrei NKA edzőtáborban folytatja majd a felkészülést a következő megmérettetésre, ami április 6-án lesz. Hazai pályán fogadják a lányok a marcali VSSS együttesét, szóljon minél hangosabban, akkor is a hajrá Szentendre a Móricz gimnáziumban.